jól vizsgázott az idén júliusban önkormányzati kézbe vett közétkeztetés Szekszárdon. Erről a cég ügyvezetője beszélt a Tolnai megyeszékely közgyűlés előtt. Baj Attila azt mondta, az eddigi visszajelzések alapján az ételek jobban ízlenek a helyieknek, mint korábban, és az adagok is nagyobbak lettek, ez pedig meglátszik a rendelésszám növekedésén is. Eddig munkahelyi étkezésként a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat cégeinél dolgozók, valamint az állami alkalmazásban álló pedagógusok 450 forintért vehettek meg egy menüt. A korábbi szolgáltatónak ez a gyakorlata viszont sem a szekszárdi közétkeztetési Kft., sem a közgyűlési többség szerint nem tartható tovább. Ez az összeg ugyanis csak az alapanyagokat és az áfát fedezi. Azt nem lehet szerintem a cégtől elvárni, hogy veszteségesen adjon ebédet csak azért, mert hogy tartsa azt az árat. A korábbi árak szekszárdi edzője szerint sem voltak tartatóak. Ha ugyanis azok maradtak volna, akkor az önkormányzatnak minden adag ebéd után közpénzből kellett volna kipótolni a veszteséget. Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nélkül nem biztos, hogy indokolt ezt a veszteséget kompenzálni. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy vagy hatályon kívül helyezzük, vagy fenntartjuk ezt a díjat, akkor van egy módosító rendeletünk. A képviselők ezért most arról döntöttek, el kell törölniük a piaci árnál jóval olcsóbb ebédjegyeket. A szolgáltatóváltás óta egyébként háromszor többen veszik igénybe a munkahelyi étkezést, mint korábban, és várhatóan ez a szám nem csökken jelentős mértékben az áremelés után sem. A közgyűlésen egy utca elnevezéséről is döntöttek a képviselők, ez szerint mostantól a Korsóföldre utca egyik szakaszát Franz Pretel utcának hívják majd, így emléket állítva az ott működő cég alapítójának. A napirendi pontok között szerepelt volna több beszámoló is. A képviselők az ilyen szekszárd frakció tagjait hallgatták volna meg arról, milyen eredményekkel zárultak a többségében még 2019-ben indított átvilágítások. A beszámolókra viszont most nem kerülhet egy sor, mert az ilyen szekszárd tagjai közül többen, akikhez kérdéseket intéztek volna a képviselők, szabadság vagy orvosi vizsgálat miatt nem jelentek meg a közgyűlésen.